Köszöntöm Önöket, ismerjék meg mai adásunk témáját. A világon szinte mindenhol egyre emelkedik a daganatos betegek száma. Közeli vagy távoli környezetében mindenki találkozott már rákos beteggel. Fájó a felismerés, ha diagnosztizálják a kort, mikor van esély a gyógyulásra, és lehetnek-e lelki okai a betegség kialakulásának. Erről is beszélgettünk vendégeimmel, dr. Horváth Attila sebésszel, dr. Tóth Lajos Barna sebész, onkosebésszel és dr. Móriel Csaba pszichiáterrel. A vendégeimnek köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat. Üdvözlöm Önöket! Egy nagyon nehéz témával foglalkozunk, a daganatos betegségekkel, és úgy gondolom, hogy még mielőtt elkezdenénk erről mélyebben beszélgetni, nagyon fontos azzal a kérdéssel foglalkozni egy picit, hogy a daganatos betegedések, megbetegedések száma mindenhol a világon növekszik, a fejlett európai országokban, így Magyarországon is. Mindenki másképp, másként magyarázza ezt a jelenséget. Minek tudható ez be? Mindenki találkozik ezzel a praxisában. Hát alapvetően sebészként azt gondolom, hogy ugyanis azt látjuk valóban, hogy ezek a daganatos betegségeknek a száma ez egyre növekszik, de ehhez is hozzá kell tenni sajnos, hogyha akárcsak egy európai statisztikát nézünk, akkor azért Magyarországon a daganatos betegségnek a száma talán az európai statisztikát tekintve is nagyon rossz. Tehát milyen a daganatos halálozás és a daganatos betegségek előfordulása szempontjából az alján kullogunk ennek a listának, és ezt ugye számtalan olyanokkal tudjuk magyarázni, ami akár az életmód, akár a stressz, a táplálkozás, a sportszegény életmód, tehát ezt mi orvosian csúnyán úgy mondjuk, hogy ez egy ilyen multifaktoriális történet, tehát számtalan oka van ennek a dolognak. De én azért nagyon gyorsan hozzátenném azt is, hogy ebben sajnos azt gondolom, a betegek is hibásak, mert Magyarországon azon túl, hogy az új daganatos betegségnek az előfordulási száma is magas, nagyon sokszor elhanyagolt, előreadott állapotú daganatos betegségekkel találkozunk. És az, hogy a várható élettartam növekedik mindenhol, mennyire hozható összefüggésbe azzal, hogy több a megbetegedés szám? Egyértelműen összefüggésbe hozható, hisz végül is a daganatos betegségeknek a nagy szelete az idősebb életkorban jelentkezik. Itt egy genetikai betegségről van szó alapvetően, és ebből adódik az, hogy a génhibáknak a nagy része idősebb korban felhalmozódik, ebből adódik, hogy ahogy növekszik az átlag életkor, a daganatos betegségek egy része az ezzel párhuzamosan növekszik. Egyébként visszautalva az előbbiekre, hogy miért emelkedik. Bizonyos betegségekben emelkedik, bizonyos betegségekben csökken. Tehát ha kicsit árnyalni akarnánk a problémát, nem lehet azt mondani, hogy minden daganatos betegség növekszik, hisz bizonyos betegségek, például gyomorráknak a gyakorisága, bizonyos nőgyógyászati betegségeknek a gyakorisága csökken, míg bizonyos betegségeknek, gondolok itt a vastagbéldaganatra, fejnyeki daganatokra, az emlődaganatokra, itt Magyarországon, mert az egyébként Európában stagnál már, ez a szám növekszik valóban. Ez, hogy most környezeti tényezők játszanak ebbe szerepet egyértelműen, vagy génmódosulások, hát ez még mindig kutatásra vár, de egyre inkább a felé mennek az eredmények, hogy egyértelműen a daganatos betegségeknek szinte 70-80%-át környezeti változások okozzák. Akkor az a feltevés, hogy a genetikai hajlam is ott van, az egy nagy kérdőjel, hiszen erről a szakemberek nagyon sokat vitatkoznak, és hogyha abba belegondolunk, hogy nagyon sok ember érintett, tehát a családjában is érintett, akkor vannak olyan családok, ahol félhetnek, hogy daganatos megbetegedéssel érintett lesz majd valamelyik gyerek, valamelyik hozzátartozó. A genetikai hajlam az feltétlenül meghatározó, én azt gondolom, ezt nem kell vitatnunk. Viszont nagyon fontos az, hogy a genetika, hogy mikor és hogyan jelentkezik, annak vannak előfeltételei. És hogy egy sejt, egy szervezet, az mennyire stabil, mennyire tud jól működni. És az egészség kapcsán itt azért, hagyd mondjam azt, hogy maga az egészség fogalom, azt tudjuk, hogy a WHO szerint is ez egy bio, pszicho, szocio, spirituális harmónia megléte. Én is nagyon gyakran el szoktam mondani, hogy alapvetően itt nem összeadásról van szó. Tehát, hogyha valamelyik tagja ennek nulla, és a szorzatról van szó, akkor nagyon gyakran előfordul, hogy csak egy dologra figyelünk, akkor könnyen belecsúszunk abba, hogy az egészség az nincs meg.
Nagyon gyakran orvosként a betegségekről beszélünk. Az emberek, a populáció nagy részében az egészségismeret, mint olyan, az nincs meg. Alapvetően a betegségekre koncentrálunk, de egyéni szinten is, hogyha nincs meg az egészségismeret, hogy mi való nekünk, mi a jó. Ezáltal nem alakul ki egy egészségkészség, és nem alakul ki egy egészségkultúra, akkor van a végén egy betegség. És ennek kapcsán jön a genetika, igen, amikor meghatározott, mindannyiunkban vannak úgymond gyenge pontok. De az életmódunk, ahogyan élünk, ahogyan reagálunk a környezet változásaira, és a változás szót nagyon gyakran valaki egyenlővé teszi a stressz szóval. Mi van akkor, hogyha ez nem az? Mi van akkor, hogyha csak mi teszünk azzá valamit, ahogyan azt megéljük, és a veszteség élmények megélése kapcsán, a változás kapcsán, saját magunk immunrendszerének a ledállása kapcsán elindul egy olyan folyamat, amikor az, ami bennünk genetikailag van, akkor az bekapcsol. Így ilyen módon azt a felelősséget, és mindenképpen azt gondolom, hogy főorvos úrhoz csatlakozni, annak kapcsán, hogy bizony mi mennyiben tudunk azért tenni a betegek, az emberek mennyire tudunk azért tenni, hogy átadjuk ezt a dolgot az orvoslásnak, átadjuk az orvostudománynak, és azt mondjuk, hogy majd akkor, hogyha, vagy pedig egy picit elé megyünk, és azt mondjuk, hogy ha van én a családban, ha volt én a családban, akkor vajon az véletlen volt, vagy valaminek a következménye volt, netalántán egy életmód, netalántán adott esetben valamiféle reakció bizonyos helyzetekre. Hát az emberek nagy része sajnos nem ilyen tudatos, azért ezt hozzá kell tenni, és hát ugye a szakma pedig élénken vitatkozik arról, hogy valójában tényleg a pszichés tényezők mennyire játszanak közre a betegség csoport kialakulásánál. Tehát van, aki azt mondja, hogy szinte az egyharmada az ilyenfajta megbetegedéseknek az mind a pszichés állapotokra visszavezethető, és hát közben is nagyon-nagyon fontos, ugye főorvos úr, amikor már ott van egy diagnosztizált rák típus, ami műthető, gyógyítható, a hozzáállása az egyénnek, a mentális hozzáállása az ő betegségéhez. Tehát kezdve onnan, hogy diagnosztizálták a betegséget, hogyan kommunikálták felé, ez már elindítja ennek a folyamatát, tulajdonképpen mondhatom ezt így. Én mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy borzasztó fontos dolog, mert sebészként is látjuk azt, hogy azok a betegek, akik úgy állnak ehhez a betegséghez, hogy ők meg akarnak gyógyulni és küzdenek ezért, és ugye ezek a betegségek, hál' Istennek a korszerű sebészeti, onkológiai ellátásonak azért manapság már sokkal tovább élnek ezek a betegek, hál' Istennek, sőt, hát ugye azt mondjuk, és mindig ezért szoktuk ezt a folyamatosan a betegek felé is kommunikálni, hogy minél korábban jönnek orvoshoz, minél koraibb stádiumban ismerjük föl ezeket a betegségeket, egy daganatos, egy rossz indulatú daganatos betegségből 100%-os gyógyulás is lehet. De ebben nyilván az a legfontosabb cél, amit én a korábban is említettem, és ez nekem a veszőparipám, hogy a betegnek muszáj saját maguknak tenni ezért a dolgokért. Muszáj menni, ahogy az előbb is szóba került, ugye vannak például ezek a genetikai tényezők. Tehát kétségtelen, hogy vannak olyan betegségek, amire azt mondjuk, hogy például van ez egy az Angelina Jolie által fölhozott dolgok, ugye ezek az emlő ovárium daganatok. Tehát vannak olyan betegségek, amiről tudjuk azt, hogy bármit tesz is a beteg, abból rossz indulatú daganat lesz. De kétségtelen, hogy számos olyan betegség van, ahol van egyfajta hajlam, viszont az életmódunkkal, a hozzáállásunkkal nagyon sokat tudunk ezen befolyásolni. Viszont akkor is elengedhetetlen ezeknél, ami úgy mondjuk orvosilag, hogy fokozott kockázatú betegeknél a gyakori szűrések, mert ezzel egy korai stádiumban tudunk betegséget diagnosztizálni, és sokkal sikeresebbek tudunk lenni a gyógykezelésben. Erről úgy is fogunk még beszélni. Főorvos úr, hogyan látja, hiszen nagyon sok helyen praktizált dolgozik. Mondom azt, hogy ennek a térségnek a perem területein is, ahol ugye a rosszabb, hátrányos helyzetben élő embereknél, a rosszabb szociális körülmények között élő embereknél még inkább előfordulnak vezető halálokok vagy betegségek. Hogyan állnak hozzá a betegségükhöz, amikor már nekik is szembesülniük kell azzal, hogy megkaptak vagy megszereztek egy ilyen akár halálos kort? Hát a betegségeknek egy részét azért három példát mondanék, és visszautalva a pszichés tényezőkre. Egészen más a helyzet például egy fejnyaki daganatnál, ahol az illető ugye olyan életmódot folytat, naponta megissza a magáét, elszívja a másfél-két doboz vagy egy doboz cigarettáját, tehát egy ilyen betegnél a pszichés tényezők más csokorba köthetők, mint egy olyan betegnél például, aki korábban volt egy hepatitis C fertőzése, vírus fertőzése, óhatatlanul ki van téve egy májdaganatos rákhajlamnak,
És mondok egy harmadik példát, egy emlőbeteg, ahol a genetikai tényezők úgy vannak, hogy a családban volt anyai ágon, rokoni ágon emlődaganat már, petefészek daganatnál. Tehát mind a három példa más-más súlypontozással adja fel a genetikai tényezőnek, illetve a környezeti tényezőnek és a pszichés tényezőnek a súlyát. Most az, hogy a periférián. Hát sajnos a statisztikákból kiindulva, ugye Szabolcs-Szatmár az egyébként is rossz magyarországi statisztikán belül is egy eléggé halmozott, tehát egy rossz rák statisztikával rendelkező rész. És alapvetően a kinti, tehát a kisvárdai, vásárosnöményi, mátészalkai, fehérgyarmati rendelőkben a betegeknek a hozzáállása természetesen ugyanolyan, mint a megyei centrumon belül, amit észre lehet venni, hogy valóban a életmódbeli sajátságok azok jobban jelentkeznek. Tehát magyarul megmondva a tüdődaganatoknak, a fejnyaki daganatoknak az előfordulása pont emiatt, hogy még mindig itt az alkoholistáknak aránya, illetve a dohányzó embereknek az aránya magasabb, és hát a stressz tényezőkre, meg a pszichés tényezőkre visszautalva, itt pedig valóban, tehát a munkanélküliségnek az, hogy rosszabb életkörülmények között élnek az emberek, illetve bizonyos szempontból nincs olyan kultúrája a prevenciónak, a önmagunk megfigyelésének és a rögtön az orvoshoz való fordulásnak, mégis még mindig egyfajta szokásrend az, hogy nem megyek orvoshoz, mert akkor kiderül a betegségem, és inkább ne tudjak róla, mint sem, hogy kiderüljön. Tehát ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ismételten ebben a megyében magasabbak az átlagnál, magasabbak és rosszabbak az eredmények, a prevenció oldalát nézzük. Az érintett réteg, akiről a főorvos úr beszél, megfordul a pszichiáternél is egy részük. Hogyne. És több izgalmas felmérés, statisztika készült ennek kapcsán, és tyúk vagy a tojás, ugye? Melyik volt előbb? Azt tudjuk, és például egyes vizsgálatok szerint, akkor, hogyha valakinek depressziója van, akkor abban az évben neki az esélye, hogy valamiféle daganatos kórképe lesz, 2,6-szeres ahhoz képest, mint akinek nincs. Tehát ez egy olyan dolog, hogy bizony, hogyha alapvetően feltételezzük, hogy van egy hangulat, és a hangulat az társul egy észleléssel, és az észlelés az vezet egy gondolkodáshoz, és hogyha ezt nem ilyen magasan mutatom, hanem lejjebb, hangulat, észlelés, gondolkodás, bizony elindít olyan folyamatokat, és az agyunk az legújabb kutatás szerint egy szerv. Tehát nagyon sokszor valakik úgy gondolják, hogy itt lélek, meg lélekgyógyászat, én ezt meghagynám olyan területnek, akik sokkal jobban értenek ahhoz. Az agy az egy olyan szerv, ami másodpercenként 5 millió impulzus dolgoz föl, belülről vagy kívülről. És ezek az impulzusok, amik érnek minket, ezek elindítanak folyamatokat. És ennek kapcsán elindítanak olyan folyamatokat is, hogy például hogyan a testünk hogyan reagál bizonyos helyzetekre. Fordítva is igaz. Amikor valakinek elindul, és például a nőgyászati kórképpel kapcsán daganatos előfordulás, koincidencia a depresszióval együtt egy olyan 40%. És azért izgalmas ez, mert hogy adott esetben például maga a tumor és olyan faktorokat tud termelni, ami bizonyos szempontból az agynak a hangulatért felelős területére hat, illetve maga a tumor terápia is tud olyan folyamatot előidézni, ami egyébként előidézhet a kvázi depresszív állapotot, aminek a következménye az immunrendszer, ugye nem feltétlenül toppon lévő működése. Egyik onkológus professzorúrral beszélgettem ezelőtt egy ilyen 3 héttel, és beszéltünk arról, hogy a faktorok, a számok azok hogyan változnak. Nevezetesen, hogy maga a számok nem változnak olyan mértékben, és ezáltal nincs feltétlenül bizonyíték arra, hogy a depresszió hogyan hat. Én csak azt a kérdést fogalmaztam magamnak, és akkor föltettem neki is, hogy mi van akkor, hogyha a számokban nincs változás. Viszont tételezzük föl, és semmelyik foci csapatot nem szeretném megsérteni a megyébe, úgyhogy lehet, hogy megyén kívül fogok mondani valamit, legyen mondjuk Hajdú Böszörmény csapata, kiáll a Real Madriddal. Mind a kettőbe 11-en játszanak. Kinek mi a tipje? Mi lesz az eredmény? Tehát maga a számokban nem biztos, hogy van különbség, de maga az effektivitás, maga az a fajta harapás, maga a szervezetnek a vitalitása, amit azért vannak olyan helyzetek, és amikor nem mindent tudunk mérni még,
az orvostudományban. De az nem azt jelenti, hogy nem létezik. Tehát haladunk afelé, hogy bizonyos dolgok kapcsán nem tudjuk mérni a hitet, nem tudjuk mérni a bizalmat, nem tudjuk mérni olyan faktorokat, ami például azt gondolom, hogy figyelmen kívül nem hagyható a gyógyulás kapcsán. Látjuk, tapasztaljuk, csak még mérni nem tudjuk. És viszont néha hozzá kell számítanunk. Ez a szakma meg tudja erősíteni, hogy mennyire figyelnek oda a társszakmákra, illetve mennyire dolgoznak tényleg teamként együtt. Én azt mondom, ez borzasztó fontos, és nem csak önmagában ez a teamként való együttműködés, hanem a ezen betegeknek a megfelelő módon való kezelés, és korábban már ugye volt szó itt akár a kommunikációról, ami én azt gondolom, hogy a Magyarországon még mindig óriási hiányosságok vannak az orvos-beteg kommunikációban, nem csak a rohanó, a feszült tempó, a borzasztó kevés időnk van a betegekre. Nekem ugye volt lehetőségem külföldön is dolgozni, szétnézni, és láttam azt, hogy ott viszont lényegesen több, tehát akár egy fél óra is jut egy beteg. Úgy vannak a szakrendelések behozta, hogy akár egy onkológiai centrumban egy sebész és egy beteg egy fél órát beszél egymással, ahol borzasztó részletesen tájékoztatják a betegségéről, a műtétről, annak a kimeneteléről, mert én tényleg azt látom, és igyekszem a kollégáimat is efelé terelni, hogy a beteg tájékoztatása nagyon fontos, mert mindig egy hajóba nevezünk, és ugye azonos célért dolgozunk, és a betegnek muszáj tudni, nyilván a saját szintjén, hogy mi történik vele a műtőben. És ugye a műtét körüli időszak azért a sebészetben és az utóbbi években rengeteg olyan változás történt, ami betegcentrikus. Ugye, ha más nem régebben mondjuk egy nagy vastagbél műtét előtt már 2-3 nappal nem adtak a betegnek enni, hasajtás, beöntés, mindenféle dolgokkal kínozták, ami nem jó, szubjektíve semmi, hogy betegnek bekerül egy kórházba, egy idegen környezetbe, 3-4 másik beteggel fekszik egy kórterembe. Tehát számtalan ilyen változás volt, most már ezeket a betegeket másként készítjük elő, igyekszünk másként kommunikálni, a műtét körüli fájdalomcsillapítás, ami megint egy borzasztó fontos dolog, hogy a beteg hogy éli meg ezt az egész beavatkozást, milyen emlékei maradnak a kórházból, és ezt gondolom, hogy ez a későbbiekben is az ő gyógyulására is rányomja a bélyegét. Milyen az ellátórendszer itthon? Beszéljünk arról, és őszintén, mert hogy eddig őszintén beszéltünk mindenről, hogyha egy betegséget diagnosztizálnak, akkor milyen betegutakat jár be az a beteg, attól függően, hogy épp Nyugat-Magyarországon vagy Kelet-Magyarországon találtak rá a betegségére? Alapvetően a betegellátórendszer úgy épül fel, hogy ugye legelőször a családi orvostal találkozhat a beteg, ha panaszokkal fordul hozzá. Ha felvetődik a onkológiai betegségnek a gyanúja, és ehhez megfelelő speciális diagnosztikus eszközökre van tehát szükségesek, akkor bekerül az illető szakellátóintézetbe. Ott megtörténnek a diagnosztikus eljárások, képalkotó eljárások, endoszkópos vizsgálatok. És gyakorlatilag az onkológushoz vagy a sebészhez már ugye egy kivizsgált beteg kerül. Ez sem tisztázott ugye a laikusok körében, hogy az onkológiának mi a feladata. Nos, hát az onkológia ugye nem diagnosztikus szakma. Általában az onkológushoz, vagy sebészhez, vagy az ellátóhoz, akinek a feladata a betegség gyógyítása, ellátása, ott már diagnosztikusan megold, tehát diagnosztizált betegségek kerülnek. Na most itt jön viszont a team tevékenységnek a feladata, mert ugye ezelőtt 20-30 évvel az onkológiának, az onkológiai kezeléseknek a lehetőségei elég szerények voltak. Egyértelműen a sebészet dominálta a kezelési metódusokat. Ma már az a helyzet, hogy a sebészet bizonyos betegségeknél megőrizte a vezető szerepét, míg más betegségeknél felfejlődött, vagy újabb lehetőségeket nyújt az onkológia, és ezáltal nagyon fontos, hogy a kezelés elindításakor egy megfelelő sínre tegyük a beteget. Úgy értendő ez, hogy nem mindegy, hogy ki kezdi kezelni a beteget. Egy onkológus kezdi el kezelni egy bevezető kemoterápiával, vagy egyéb kezeléssel, sugárkezeléssel, majd hozzáteszi magát a sebész, vagy egy másik betegségnél a sebész kezdi el rögtön a kezelést, és utána jön az onkológus a maga eszköztárával. Most ez a megfelelő sínre tevése a gyógykezelésnek nagyon fontos, mert hogyha rossz irányba indítom ezt a betegséget el, és magát a beteget és az ő sorsát, akkor egyértelmű, hogy a végkimenetel ugyan nem lesz megfelelő, éveket veszíthet a beteg, illetve a végkimenetel a betegségnek is meghatározó. Ilyen szempontból az utóbbi években alakultak meg az úgynevezett onkotímek, ahol már nem csak egyfajta telefonos vagy konzilium kérési
információs lehetőség van a szakemberek között, hanem összeülnek, megbeszélik a betegnek a leleteit, dolgait, és így megfelelő sorrendben és terápiás erősséggel tudják a kezelést elindítani. A betegek meg szokták kérdezni önöktől, hogy minden terápiát elérnek-e itthon Magyarországon. Ugye vannak most már nagyon modern, fejlett gyógyszeres terápiák, célzott terápiák, ez utóbbi fogalomban nincs is mindenki teljesen tisztában. Mit jelent ez? Igen, hát az onkológiának a eszköztár az jelentősen bővült. Ezelőtt 15-20 évvel ugye csak a nagyjából csak a kemoterápiás lehetőségek voltak, mint gyógyszeres lehetőségek. Emellé felfejlődött a targetkezelés, a célterápiás lehetőség, a hormonterápiák, illetve a hormongátló terápiáknak a lehetősége, immunmodulációs immunterápiáknak a lehetőség, illetve a sugárterápia is ma már olyan eszközökkel rendelkezik, ami korán sem hasonlítható össze az ezelőtt 15-20 évvel használható eszközökhöz. A célkezelésekről egy pár szót, mert tényleg ez gyakorlatilag egy nagyon modern és egy nagyon hatásos eszköze az onkológiának. Itt a lényeg az, hogy nem csak kemoterápiás eszközöket vetünk be a betegséggel szembe. A kemoterápiák ugye alapvetően egyfajta sejtmérgek. Nem ismerik fel a rákos sejteket, nem ismerik fel a daganatos sejteket, hanem mindent, ami gyorsan osztódik, legátolnak, lefékeznek, megölnek. Ellenben a targetkezeléseknél, a célkezeléseknél olyan kifejlesztett ellenanyagok vannak, amelyek speciálisan a daganatokon elhelyezkedő, a sejt felszínen elhelyezkedő receptorokra vannak termelve, és ezáltal speciálisan csak a daganatos biológiát, a daganatos fejlődést tudják befolyásolni gyógyító irányban. Most, ha ezt végighallgatta valaki, akkor megfordul a fejében, hogy ez nagyon jó, de ez biztos nagyon drága is. Mint ahogy a nagyon költséges és drága az a sebészeti eljárás, amit főorvos úr tud itthon nálunk elvégezni. Igen, én azt gondolom, hogy ezek valóban drága kezelések, de ahogy a Horváth főorvos is említette, ezeknek a hatékonysága nyilván nem minden betegségben, bizonyos típusú betegségben, és én azt gondolom, hogy a kutatás, az orvoslásban a kutatási tevékenység most ezer szállal ezeknek a gyógyszereknek, illetve ezeknek a biológiai ágenseknek a kutatására fókuszál, mert ezzel sokkal hatékonyabbak tudunk lenni. És hát én azért, mivel itt beszélgetünk Nyíregyházán, azért hadd mondjam már el, hogy az utóbbi másfél-két év fejlesztése kapcsán azért az, amiről főorvos úr beszélt a nyíregyházi onkológia, onkoradiológiai vonalán, világszínvonalú. Tehát azt gondolom, hogy ma Magyarországon kevés onkológiai centrum rendelkezik olyan korszerű műszerparkkal, olyan sugárterápiás berendezésekkel, amelyeknél valóban a régebbieknél sokkal korszerűbben, kevesebb mellékhatása lehet a daganatos betegnek azon részét, akik egy ilyen sugár és vagy kemoterápiás kezelést kell, hogy kapjanak őket kezelni. És akkor gyorsan csatlakozzam a kérdésre. Én azt hiszem, és én bízom benne, hogy azért a sebészeti ellátás is nagyon magas színvonalon működik. Én azt gondolom, hogy olyan kollégákkal tudok együtt dolgozni, akiknek nagy tapasztalata van, többen nemzetközi mesterektől tanulhattunk, és hát hazahoztam én is ugye ezt az eljárást külföldről, amit ugye azóta sem operál senki más Magyarországon, de ezek a betegek számára ingyenesek. Tehát ezek valóban óriási költséggel járó, mind a bizonyos onkológiai kezelések, mind a sebészeti beavatkozások, de hát én azt gondolom, hogy amikor költséghatékonysági számításokat végeznek egészségügyi közgazdászok, azért azt jól kititrálják, hogy egy ilyen műtét is, például amit én csinálok egy adott betegségben, akár még akkor is, hogy ez relatíve sokszoros, a százszoros egy vakbélműtétnek, de sokkal költséghatékonyabb, mint ha azt a beteget 2-4 vagy 5 évi onkológiai kezelése alatt áll, és azokkal a gyógyszerekkel kezelik. Egy pár mondatban még beszéljen erről az eljárásról, hiszen nagyon sok cikket lehetett erről olvasni, hallani a sajtóban megjelentek alapján, és ezt úgy emlegetik, hogy ez a betegek számára az utolsó esély. Én azt gondolom, egy kicsit ezt finomítanám, megint csak ugyanúgy, mint ahogy a kollégám is többször elmondták, hogy bizonyos esetekben. Tehát az, amit én tudok most, ez is egyfajta betegség kezelésében azt gondolom, hogy úttörő jelentőségű Magyarországon. A világon már a fejlett egészségkultúrai országokban hosszú évek óta használják ezt a módszert. Azon betegeknek jelent ez valóban egy utolsó remény, akiknek olyan előreadott állapotú hasi daganatos betegségük van, ahol a hashártyán alakulnak ki daganatos áttétek. Itt is számtalan differenciál
kutatási lehetőség van, mert ugye pont ebből, amit említettél, hogy itt mik jelentek meg a sajtóban, nagyon sokan olyan betegek keresnek, akiken sajnos nem tudok segíteni, mert nyilván mindenki belekapaszkodik ebbe az utolsó reményembe. Tehát nagyon jól definiált esetekben, jól meghatározott betegcsoportok esetén, azoknál a betegeknél, akiknél valóban néhány évvel korábban az kellett, hogy mondjuk, hogy nincs segítség, és nagyon hamar meghaltak, ezeknél a betegeknél éveket, sőt optimális esetben bizonyos betegségtípusnál akár az egészségét is vissza tudjuk adni ezzel a speciális beavatkozással. Mondok egy másik fogalmat, amit emlegetnek a daganatos betegségeknél, az időveszteség. Ez ugye minden részén fellelhető, amikor megtalálják, diagnosztizálják, vagy amíg megtalálják, diagnosztizálják a betegséget, amíg elhanyagolódik egy betegség, de időveszteség lehet az az 5 év is, amíg gondolkodik rajta az érintett beteg, hogy na ez alatt az 5 év alatt most kiújul-e az a melldaganat, avagy már gyógyultnak nyilváníthatnak-e. Ez milyen súlyt rak rá a betegre, és egyébként a szakmára is? Egyértelmű a súlya ennek a dolognak, hisz hogyha van értelme prevencióval foglalkozni, mert pedig a daganatos betegségeknél nagyon értelmes dolog ez, akkor az időnek, az időfaktornak óriási szerepe van. Hát pontosan erről van szó, hogy akkor tudunk eredményeket felmutatni, hogyha a korai stádiumban találjuk meg ezt a daganatos betegséget. Egy emlődaganatnál, ahol nincs nyirokcsomó áttét, 1-2 cm-es vagy 1 cm körüli a daganat, éppen erre megy ki ugye az emlőszűrés. Jóval jobbak az eredmények, mintha már nyirokcsomó áttétes a daganat, hogyha olyan biológiai faktorokkal rendelkezik, ráadásul ami egy kedvezőtlenebb biológiai tulajdonságot jelez. Tehát egyértelműen az egyik nagy időveszteség a beteg követel, ha nem fordul időben orvoshoz. Mostanában ugye hallunk arról is, hogy megnőtt a betegeknek a diagnosztikus, tehát a diagnosztikus idő, amíg elvégzik a kezeléseket. Hát azt tudom erre mondani, hogy ezen a téren a elsődleges diagnosztikában nincsen időveszteség, mert hogyha felvetődik egy betegség, felvetődik egy daganatos betegség, akkor és a beteg megfelelően közreműködik a kezelőorvossal, akkor 1-2 héten belül diagnózishoz jut. Amit általánosan tudunk mondani viszont gondozásos feladatokról, tehát amikor ellenőrizni kell a betegségeket, a daganatos betegségeket, ott valóban előfordulnak több hónapos előjegyzési időpontok, de ezek már úgymond rá vannak számolva a megfelelő diagnosztikus, illetve megfelelő gondozási időpontokra. Csak hogy ne rébuszokban beszéljünk, megoperáltak egy vastagbél daganatot, megkezelték kemoterápiával, majd targetkezeléssel. Eltelt fél év, elő kell jegyeznem a CT vizsgálatát, le kell ellenőriznem, hogy megjelente májáttét vagy tüdőáttét sem. Ezt az előjegyzést már a megfelelő időpontban, a műtét utáni és a kezelési időpont utáni periódusban elvégzem, és valóban 3-4 hónapot vagy 5 hónapot kell várnia arra a CT vizsgálatra a betegnek, de mivel előtte előjegyeztem, így a megfelelő időpontban megtörténik a vizsgálat. Amennyiben diagnosztikus tevékenységről van szó, tehát megjelenik mondjuk maradva a vastagbéldaganat példájával egy véres széklet, egy székeléskor jelentkező fájdalom vagy egyéb panasz, meteorizmus, puffadás, és a beteg ehhez ekkor orvoshoz fordul, akkor megtörténik a megfelelő endoszkópia, a vastagbéltükrözés, egy pár héten belül a levett szövettani mintából megszerelődik a szövettani eredmény, és megtörténik a említett kezelési iránymutatás. A műtétnek vagy az előkezelésnek a beindikálása. Még egy nagyon fontos gondolat. Én, mint újságíró, egy évben egyszer, de lehet, hogy többször is találkozom ilyen főcímekkel, hogy megtalálták a rák ellenszerét. És akkor olyankor mindenki megörül, vagy mosolyog egyet, vagy pedig elgondolkodik, hogy ez most egy újabb próbálkozás, de az tény, hogy nagyon sok pénz fordul a rák kutatásra. Milyen esélye lehet ennek, vagy ki hogy látja ugye a saját szakterületén belül, milyen irányban érdemes kutatni, idézőjelben használom a szót, az ellenszert? Hát ez egy borzasztó nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy amikor ilyen címeket olvasunk, vagy olvashatunk, akkor az mindig inkább csak egy ilyen
valami fajta ilyen fals információ, mert én egészen biztos vagyok benne, hogy... És lapokban is benne vannak egyébként, vagy olyan felületeken, amire azért úgy az ember ad is, hogy... Igen, alapvetően azon, mi mind a hárman meg tudjuk erősíteni, hogy elég fals információ tudnak tudományos, sőt, orvosiak hitelesnek nevezett lapokban is megjelenni. Pontosan arra való tekintettel, amit az elején is beszéltünk, hogy ez egy sok-sok tényező által összerakott betegség. Azt gondolom, hogy magának a rákbetegségnek a gyógyítását, vagy a gyógyszerét egy kapszulában soha nem fogják feltalálni. Nyilván az egészen biztos, amiről sokat beszéltünk most, hogy a megfelelő időben végzett, a ideje korán végzett szűrésekkel, a beteg minél korábbi orvoshoz menésével, a megfelelő kezeléssel, és egyre több daganatféleségben egyre több új diagnosztikus és terápiás lehetőség alakul ki, akár sebészi vonalon, akár onkológiai vonalon. Ezzel biztosan lehet ezeknek a betegeknek a túlélését javítani, bizonyos esetekben teljesen meggyógyítani a sebész szemével. Tehát én ezt tovább is ezt gondolom. Áttevődhet-e egyébként a kutatások, áttevődhetnek-e a terápiás eljárásokról mondjuk a prevencióra vagy a pszichés oldalára a betegségnek? Nem csak, hogy tevődhetnek, hanem intenzíven tevődnek is. Holnap is lesz a Magyar Tudományos Akadémián egy olyan összejövettel, ami érintőlegesen, de kollégáim, illetve professzor úr is részt vesz ezen. Pontosan azért, mert hogy van egy olyan tendencia, hogy mi közösen és integratív módon álljunk kérdésekhez. A medicina az nem feltétlenül arról kell szóljon, és a nyugati típusú medicinában volt egy ilyen törekvés, hogy egy picit szétszedtük az embert, tehát szervekre, és most pedig kezdjük egyre inkább összerakni, és kezdjük azt mondani, hogy igenis hatással van minden, és az összefüggésekre is hívjuk fel a figyelmet. Úgy tűnik, hogy nem tudunk nem együtt dolgozni. Úgy tűnik, hogy nem tudunk nem együtt gondolkodni a gyógyítás kapcsán, és az idő az egy nagyon fontos tényező, az idő az életünk, és a rák ellenszerrel kapcsolatosan pedig gondolkodtam azon, hogy nagyon jó lenne, hogyha azt is megjelentetnék, hogy megtalálták a hosszú élet titkát, vagy az örök élet titkát. De úgy tűnik, hogy még ez a kutatási projekt, ez nem biztos, hogy ez ilyen egyszerű. A rák ellenszere az hasonlóképpen egy picikét azt gondolom, hogy fontos tér és fontos terület ennek a kutatása, de annyira diverzifikált helyzetről van szó, és annyira polimorbid és polikauzális állapotról, tehát több ok vezethet, ami nem hiszem, hogy egy dolgot így kiemelhetünk, hogy ez itt van, és ezzel itt meg tudjuk oldani. Igen, hát igen, ez egy régi óhaja az emberiségnek. Aki a gyógyítás oldalán áll, mind aki szenvedője, hogy egyfajta szent grálként megtalálni a rák gyógyszerét. Azt hiszem egyértelmű, hogy egy nagyon heterogén betegségcsoportról van szó. Tehát egyáltalán ez, hogy rákos beteg, tehát el nem lehet mondani, hogy mennyire heterogén, hogy teljesen különböző mind a lefolyása, mind a prognosztikája, mind pedig a kauzalitása, tehát az okozatisága betegségnek. Mindamellett azt kell mondani viszont, hogy ha egy kicsit futurisztikusan előrenézek az időben, és azért erre vonatkozok az onkológiában, azért vannak tényezők, akkor azt kell mondanom, hogy a jövő útjain azt hiszem a targetkezelés lesz. Mégpedig azért, mert ma már vannak arra vonatkozó adatok és eredmények, hogy mindegyik daganatnál meg lehet találni azt a fajta sejten belüli információs utat, amit speciálisan le lehet gátolni. Ahogy a molekulár genetikai vizsgálatok és egyre inkább az emberi genomba és a genom hibáiba bele tudunk majd nézni, és már pedig erre történnek ugye előrelépések, szinte egyértelművé válik, hogy ezek a hibák megtalálásával a válaszok, illetve a megoldások is előjönnek majd. Annyi bizonyos, hogy egyfajta megtaláltuk a rák csodatévő gyógyszerét, ilyen nem lesz. De olyanban hihetünk, hogy mindegyik daganatnál meg lehet határozni azt a fajta speciális génhibát, azt a fajta speciális sejten belüli információs hibát, amit megkezelve az adott betegséget meg lehet gyógyítani. Ezen az úton halad most az onkológia gyakorlatilag, és erre mondom, vannak eredmények. A target kezelések ma effektíve, hát körülbelül egy olyan 5-6 gyógyszert használunk, ami targetkezelésnek mondható. Most nem akarok itt megjegyezni neveket, mert ez egyfajta, tehát ezt reklám okokból sem lehet. De a lényeg, hogy 5-6 gyógyszer. Én azt hiszem, hogy egy 5-10-15 éven belül ezeknek a gyógyszereknek a száma
százon felül lesz. És lesz arra pénz, lesz arra megfelelő anyagi lehetőség, hogy ne csak egy ilyen kezelést indítsunk, hanem akár több oldalról támadjuk meg ezt a bizonyos sejten belüli információs problémát, akkor kiköszöböljük azt, ami a egyik legnagyobb problémája most a rákgyógyításnak, hogy a rákos sejt megtanulja kezelni a gyógyszert. És annak meg kimondottan örülhetünk. Tehát nagyon tudunk kezelni, egy... 15 évet adott ennek a folyamatnak, ami nem is egy hosszú folyamat. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Én tényleg örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat, a nézőknek a figyelmét. Köszönöm, más témával egy hónap múlva találkozunk. Viszontlátásra!